Sziasztok! A mai alkalommal a vonallánc alapú sziráltestek létrehozásával fogunk megismerkedni. Vonallánc alapú testeket a V-lánc test parancs segítségével tudunk létrehozni. A parancs elindításával háromdimenziós falakat tudunk létrehozni, aminek meg tudjuk adni az állandó magasságát és szélességét egyenes és görbe szakaszokból, geometriai elemekből tudjuk felépíteni ezeket a testeket. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Menjünk a parancsolba, és gépeljük be, hogy v lán. Ugye a v lánc test parancs rövidítése a v lán. Ez nagyon hasonlóan fog működni a kétdimenziós vonalláncok létehozásához, de most ugye térbe fogunk dolgozni. Kikkelünk párat, enterrel, lezárjuk a parancsot, és elkészült a testünk. Rendben van. Töröljük ki, fussunk neki még egyszer. Vélán adjuk ki a parancsot, és figyeljünk oda, hogy a parancsol kiírja nekünk, hogy mi az alapértelmezett magasság. Ugye most a beállított magasság és szélesség az alábbi, a magasság 50 rajzi egység, a szélesség pedig 10 rajzi egység. Ezeket természetesen mi be tudjuk állítani, tehát ha ráklikkelünk, vagy kiválasztjuk a magasság opciót, át tudjuk írni az 50-et mondjuk 20-ra, a szélességet pedig ugye át tudjuk írni 10-ről mondjuk 20-ra. Tegyük ezt meg, és ha most kezdünk el csomópontokat letenni, akkor ugye egy négyzet alakú falat, háromdimenziós falat hozunk létre. Azt is megfigyelhetjük, hogy nem kínál föl segítséget az autóket, hogy bezárjuk a vonal láncunkat, ami igazándiból itt most egy test, ezért ehhez a parancsolban a bezárás opciót kell kiválasztanunk. De mielőtt ezt megtennénk, azért nézzük meg, hogy a V betű hatású ami ugye a visszavonás, mi történik? Ugye szépen egyesével vissza lehet venni az oldalakat. Tehát még egyszer letesszük, hoppá, elhibáztuk, V-vel visszamegyünk. Rendben van, B-vel pedig bezárjuk. Elkészült a falunk. Ugye szépen három dimenzióba körbe tudjuk forgatni rendben van. Nézzük meg, mit tud még ez a parancs. Megint csak kiadjuk, hogy vélán. Enter. És ugye emlékezzünk vissza, hogy a vonalláncoknál, a síkbeli kétdimenziós vonalláncoknál nem csak egyenesekkel, hanem ívekkel is tudunk dolgozni. És bizony, ez a lehetőség itt is adott. Tehát elkezdjük a falunkat építeni. Majd kiválasztjuk a parancsolban az ív opciót, vagy begépeljük azt, hogy hosszú i, mint ív, enter, és innentől kezdve ugye érintő folytonos íveket tudunk szerkeszteni, csak most ez egy sziláltest lesz. Természetesen vissza is tudunk váltani, ha kiválasztjuk a vonal opciót, vagy a O karakterbe a parancsolba, és már is újra ö, egyenesekből építkezünk, és a végén ugye megint a B betűvel bezárhatjuk háromdimenziós vonalunkat. Ugye amit itt láthatunk, hogy kapjuk azt az üzenetet, hogy a sziráltest nem meceti önmagát, tehát sajnos most ugye ezt a ö, példát nem tudjuk bezárásra befejezni, nem baj. Zárjuk le a parancsot, egy kicsikét nézzük meg, a művünket térbe forgassuk körbe. Rendben van. Na most, ha kijelölünk egy ilyen 3D falat, akkor megjelennek rajta a fogók. És igazándiból itt a kezdeténél vannak az érdekes fogók, hiszen ezek segítségével, ha a közlépsőket kiválasszuk, akkor tudjuk a falunk magasságát állítani. A középsőket, akkor pedig ugye a szélességét a falunknak. Jó, kicsit távolabb mentem, jobban lehet látni, hogy mi történik. Szépen a fogók segítségével át tudtuk a falunkat méretezni. Na most, ha nem a középső fogókat használjuk, akkor tulajdonképpen rézsis felületeket tudunk létrehozni, hiszen ilyenkor úgy nyújtunk, olyan nyújtást hozunk létre, ami ugye ö, nem lesz szimmetrikus, így például már is egy nagyon izgalmas térbeli testet hoztunk létre, amit most látható. Jó, pedig ö, csak pár ö, ö, fogót mozgattunk arré. Persze ki kell kísérletezni, hogy ö, amit szeretnénk, az hogyan tudjuk precízen végrehajtani, de a lényeg azt hiszem, hogy bemutatásra került. Rendben van, töröljük ki. Oké, okay. miből tudunk ugye vonallánc alapú testeket létrehozni? Először is tudunk ugye egyenesből, aztán vonalláncból, körből, ugye ezek síkbeli objektumok, és ívből. Jó? Hogyan tudjuk ezeket a síkbeli objektumokat térbeli sziráltesté alakítani a V-lán parancs kiadásával, úgy, hogy miután bárítottuk a magasságot és a szélességet, ugye ami a feladatunkhoz leginkább passzol, megadjuk az objektumot, amiből el kell készíteni ezt a falat. Na most megint egy kicsit írjuk át a magasság, az legyen mondjuk 40 rajzi egység, a szélesség pedig mondjuk 25, jó, és most rámegyünk az objektum opcióra a parancson belül, kiválasztjuk az egyenest, és kaptunk egy téglatestet. Jó, ráklikkelünk, látható, hogy megjelenik ugye párfogó, ezzel a, amivel tudjuk a geometriát módosítani, de most egy picit elforgatom a nézetet, és itt talán egy egyértelműbben be tudom mutatni az itt el, elhelyezkedő fogók lényegét. Tehát ha a középsőket válasszuk ki, akkor tudjuk a magasságot, szélességet tudjuk adott tengely mentén percizen állítani. Ha pedig ugye az alsó sarokpontokat, akkor pedig ugye egy izgalmasabb geometriai elemet tudunk létrehozni, tehát tulajdonképpen ez egy nyújtási művelet. Jó, rendben van. Nézzük meg a többi ö, síkbeli objektumot. Tehát vélán falancs objektum, megadjuk a vonalláncot, elkészült, látható, hogy a körből is egy sziráltestet hoztunk létre, majd pedig az ívből is egy sziráltestet hoztunk létre. Oké. Okay. Most töröljük őket ki, azt hiszem ezt nem kell jobban magyarázni, és még itt a videó végére nézzük meg az igazítás parancsnak a működését. Rajzoljunk egy vonalláncot, az egyik oldal az legyen olyan 100 rajzi egység, a középső szakasz az legyen olyan 50 rajzi egység, a harmadik oldal pedig megint csak legyen 100 rajzi egység. Zárjuk be, ugye ez egy síkbeli nem? és kerekítjük le a lekerekintés parancsal. A sugár az legyen ugye mondjuk 25 rajzi egység, megadjuk az egyik és másik oldalt, lekerekítettük egyik és másik oldal, tehát egy kicsit izgalmasabb ö, objektumot hoztunk létre. Na most, belemegyünk a vélán parancsba, és láthatjuk, hogy kiírja, hogy az igazítás az középre van. De mit is jelent ez? hogyha kiválasztjuk az objektumot, és ráklikkelünk erre a 2 objektumra, létrejön egy térbeli test. Ezt már láttuk. Ha most kijelölöm ezt a testet, és egy kicsit ránagyítok, láthatjuk, hogy az alap 2 objektum a térbeli test közepé helyezkedik el, tehát úgy hozta létre ezt a térbeli testet az autóket, hogy a síkbeli rajzunk volt a tengely. Jó? Tehát középe volt igazítva magyarán. Rendben van, mondjuk vissza a parancsot, és futtassuk le még egyszer. De az igazítás most legyen bal oldalon, kiválasztjuk a bal opciót, objektum, majd test. Oké, nagyon hasonló, de mégsem ugyanaz az eredmény. A lényeg az, hogy most ugye a megadott síkbeli objektumhoz képest bal oldalra építette föl a térbeli szilárd testünket az autóket. Jó? És csak a teljesség kedvéért nézzük meg, hogy mi van, ha jobbra fogjuk igazítani a testünket, jobb oldalt, objektum, alapgeometria, kijelöl, és szépen látható most, hogy picit elforgatom, és a kijelöljük látható, hogy a síkbeli objektum hoz képest jobb oldalt helyezte el, építette fel a testünket az alap ö, 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 vonalrajzunkból, a megadott paraméterek alapján. Jó? Ö, tulajdonképpen végigfutottunk a legfontosabb opciókon, amit még megnézhetünk, hogy ugye milyen belső változók tárolják a szélesség és magasság értékeket. Ugye a dokumentációban látható, hogy a a psor -e vit, és a psor-height -e rendszerváltozót kell átírnunk, tehát psor-height -e mint magasság, ugye 20 az érték, ezt átírjuk mondjuk 50-re beírjuk a következőt tehát a magasság után átírjuk mint rendszerváltozót a vitet ez legyen mondjuk most 80 rajzi egység, ugye ezeket a bárításokat megjelzi az autóked, és ha most kiadjuk a VLAN parancsot, akkor alapértelmezés szerint ezekkel a magasság és szélesség értékekkel tudunk dolgozni. Jó. Zárásként ezt most kitörlöm, és még itt, az utoljára létrehozott testünknél megint csak nézzük meg a fogókat, ugye amivel tudjuk ö, módosítani a geometriai ö, ö, modellünket. És itt ugye, ha egy picit elmozgatjuk, akkor szépen egy rézű felületet hozunk létre, látható főleg mondjuk ilyen mélyépítési feladatoknál, hát valóban mondjuk valamilyen töltéseknél, falaknál lehet ezzel a módszerrel gyorsan eredményt elérni. Ha elég ügyesek vagyunk, akkor egy picit ki tudjuk terpeszteni, ugye az alsó fogó segítségével, és akkor tényleg egy ilyen töltéshez hasonlító, a falból egy ilyen töltéshez hasonlító térbeli objektumot tudtunk létrehozni a vélán segítségével. Tehát ugye a vonallánc alapú testet, sziláltestet, ezzel az utasítással tudjuk létrehozni az autókedbe. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebbe a rövid, ismertető jellegű videóban, és hát haladunk továbbra is az autóket háromdimenziós felfedezésében. Együtt, közösen legyetek velem itt legközelebb is. Sziasztok!